Az olaj sok sérültje mellé Luxa Andrics is feliratkozott, kérdéses volt a center szereplése, végül vállalta a játékot, sőt az ő kosora nyitotta a mérkőzést. A szolnok rögtön a meccs elején meg akarta mutatni a házigazdának, hogy ne számítson sok jóra. Az öt kezdő játékosból négy is betalált a Pécsi gyűrűbe az első percekben, a PVSK részéről viszont ezt senki sem mondhatta el magáról, így 0 10 mutatott az eredményjelző. A jeget Andrea Csirics törte meg, ez pedig lendületet adott a házigazdának és behúzta a féket az olajgépezetében. Olyannyira, hogy Taylor vezetésével 13 nullás rohanást produkáltak, és már 13-10-re vezettek. Utána szoros volt a felvonás, de gyakorlatilag végig a hazaiak tartottak előrébb, azonban az utolsó olajtámadásból Rózi egy hárompontossal egalizált. 18-18 volt az állás 10 perc játék után. A második negyed az első ellenkezője volt, ezúttal a vendéglátó rajtolt pazarul, Vejko Budimir 5, még Taylor két pontot szerzett, erre pedig az olajnak nem volt válasza, így gyorsan 7 pontos hátrányban találta magát a címvédő, 25-18. Ezután viszont a PVSK került hullámvölgybe. A látogatónál Rózi és Vojvoda szorta a kosarakat, 9-2-es rohanással egyenlítettek a mieink. Utána ismét szoros volt a hátralévő pár perc, de Vojvoda kosarával a szolnok mehetett előnye előnyel a félidei szünetre, 33-35 állt az eredményjelzőn. A második játék részben egy kosár itt, egy kosár ott, 41-41 után viszont meglépett a szolnok. Andrics és Vajvoda duplát dobott, majd Rózi három pontost, ezekre pedig nem jött hazai válasz, így 41-48-nál időt kért Csirke Ferenc. Újabb szolnoki kosár érkezett, amivel 41-50, de a két különbséget nem érte el a differencia, hiszen Csiricsi és Budimir magára talált, majd Taylor dobott egy triplát, közben pedig szigorú védekezéssel léptek fel az olaj támadásai ellen, és 52-52-nél már egyenlő volt az állás. A házigazda viszont ekkor nem tudta átvenni a vezetést, hiszen mindig jött egy szolnoki kosár. A harmadik negyed utolsó percében azonban Taylor büntetői után már a piros feketék voltak hátrányban, de Milosevic triplájával újra a PVSK-nak kellett futnia az eredmény után. Sikeresen tették, hiszen még a negyedik negyed előtt fordítottak, így 62-61-ről indult a záró felvonás. Kiélezett 10 perc következett, hol az egyik, hol a másik csapat vezetett, hol egy pont volt ide, hol egy pont volt oda. Rudner Gábor dobott triplát, majd Andrics is értékesített két büntetőt, és 70-66-ra vezetett az olaj. Természetesen korán sem volt még lefutott ez a meccs, főként úgy, hogy erre jött egy 4 0 pécsi válasz, így valamivel több mint öt perccel a lefújás előtt minden kezdődött előről. A hazai oldalon a Pongó adott friss lendületet csapatának, és 74-71-re elléptek, majd Dragan Alexic kért időt. Szoros volt a végjáték, másfél perccel a vég előtt, 76-73 után Taylor dobott egy három pontos kosarat, amivel nagyon közel került a PVSK a győzelemhez, hiszen ekkor már csak egy támadó időnyi volt hátra, magához is hívta a csapatát, Dragan Alexics. Kettő pontot eltüntetett hátrányából a címvédő, és jött a Pécsi időkérés. A büntetőzést viszont nem rontott el a házigazda, és nem engedte ki kezéből a győzelmet. 83-78-as sikerükkel a forduló meglepetését okozták.